Üdv újra itt, én Szabó Viktor vagyok, és a mai alkalommal végigvesszük, hogy mit kell tudnod a YouTube Shorts funkciójáról. Ez a funkció az, amit a TikTok lenyúlása érdekében hozott létre a YouTube. Nézzük, mit kell tudnod, elvileg a hetekben globálisan elindult a funkció, tehát kilépünk a beta verzióból is, mindenki élesbe tudja majd használni. Hihetetlen, végre elértünk ide, de mit kell tudnod róla? Ezek 9:16-os YouTube videók, azaz 9:16-os képarányba vannak rögzítve. Láthatjátok, hogy ez így kell, hogy kinézzen. Gomb nélkül is meg tudod csinálni, tehát ha van egy 9:16-os arányú videód, ami maximum 1 perc hosszúságú, akkor azt a YouTube automatikusan shorts videóként fogja számon tartani. Ha akarod, ha nem. A YouTube shorts videóknál jelenleg úgy működik az index kép, hogy te is feltölthetsz sajátot, de a YouTube shorts nézegetőben nem a sajátot fog megjelenni, hanem az, amit a YouTube kiválaszt, ezt módosítani nem tudod jelen pillanatban. Hogyha megkaptad már a gomb funkciót, úgy vettem észre, hogy egy évnél fiatalabb csatornák kapják meg elsősorban a funkciót, tehát én, akinek van sok csatornája, a régi csatornákon, például ezen a Szabó Viktoron sem látom az új funkciót, viszont rámentem egy újabb csatornára, és azon rögtön láttam a gombot. Jelenleg, ha belemegyünk ebbe a funkcióba, akkor ugyanolyan nézet fogad minket, mint a TikTokon, tudunk zenét választani, bár a zene kínálat még nem a legmegfelelőbb, egy csomó magyar dalt például nem találtam meg, de gondolom ez úgyis idővel bővülni fog, illetve itt is tudjuk lassítani és gyorsítani a videónkat, ugyanúgy működik minden funkció, és ha felvettük, egyébként a zenét is lehet módosítani, illetve ami nagyon tetszett, hogy átláthatóbb sokkal a timeline, tehát kapunk egy ilyen timeline-t, ami a TikTokon nincs meg, itt viszont megkapjuk, és tök jól működik végre. Vici TikTok, ezt csináljátok már meg, mert rohadt idegesítő, hogy beidőzítek egy szöveget is, nem látom. Ja, nagyjából minden más megegyezik, ha rámegyünk a tovább gombra, akkor fel is tölthetjük a cuccunkat. Annyi viszont, hogy nem kaptunk ilyen speciális effekteket, meg mindenféle dolgot, ami hát kár értük, TikTokon mindenki szereti, de gondolom itt is majd hamarosan jön. Úgyhogy ja, nagyjából ennyi ez a kis gyors talpaló. Ha bármi kérdésed van a YouTube Shorts kapcsán, mindenképpen dobj egy kommentet, és itt a videó végén linkelem neked azokat a videókat, amiket még a YouTube Shorts kapcsán megnézhetsz. Úgyhogy bármi kérdés van, tényleg csapassad. Halihó!